csúcspontban a vásárlási kedv. Kevesebb lakást vesznek a magyarok, mint tavaly. Fehér, vörös és rozé megválasztották a vármegye idei borait. Speciális szakiskolák országos sporttalálkozója, az eseménynek ismét a Bajai Jegymű adott otthont. Kedves nézőink, május 19-én pénteken köszöntöm Önöket, amikor is a Bajai Televízióban a híradóval jelentkezünk. Drasztikusan csökkent a magyarok lakásvásárlási kedve az elmúlt évekhez képest. A lakossága jóval magasabb hitelkamatok, a felgyorsuló infláció és a rezsicsökkentés szabályainak módosítása miatt óvatosabbá vált. A GKI Gazdaságkutató ZRT negyedéves áprilisi felmérésében 1000 ember lakásvásárlási, felújítási és korszerűsítési terveit térképezte fel. Az utóbbi időszak 2022 negyedik negyedévében érte el a mélypontját. A kutatásból egyértelműen kiderült, jóval kevesebb ingatlan kelt el, mint a korábbi években. Őszintén szólva azt mondanám, hogy a tavalyi meg a tavaly előtti évekhez képest érezhető egy bizonyos csökkenés. A legjobb szó erre talán ez a, hogy minden hónap hullámzó. Vannak olyan hónapok, főleg itt ez a január-februárra értem, amikor egy picit úgy lassabban indultak el a dolgok. Márciusban éreztünk egyfajta élénkülést, az április megint egy picit, tehát tényleg ez az idei év, ez eddig inkább a hullámzó jelz, ami legjobban megfelel rá. Évelején a kormányzat meghosszabbította a csok és a babaváró hitel hatályát, így a gyermeket vállalni szándékozók kedvezőbb finanszírozási lehetőségei a GKI szerint pozitívan hatottak az ingatlan piacra. A felmérésben résztvevő háztartások több mint 2%-a biztosan, kevesebb mint 6%-a pedig valószínűleg fog vásárolni vagy építetni lakást a következő évben. A főváros továbbra is pezsgő ingatlan piacával ellentétben a vidéki városokban élők kevesebb százalékban vásárolnak ingatlant. Az infláció, a hitelkamatok emelkedése, valamint a rezsicsökkentés szabályainak módosításai is nagy szerepet játszanak a mérséklődésben. Szerintem ez az anyagi, hát nem tudom, hogy itt minden most ilyen drága, ugye, és ugye a fizetések se annyik, mint ahogy kint külföldön vagy valami. Én is kint dolgozom Ausztriában, aztán itthon az a pénz. Az úgy jó, de itt, amit itt keresnek az emberek, az kevés. Valószínűleg az embereknek egyre kevesebb a pénze, illetve most már olyan szinten eldurvultak a lakásárak, hogy a pár évvel ezelőttihez képest már irreálisan nagy összegeket kell kifizetni egy lakásért, illetve utána meg valószínűleg kell is rá költeni, meg itt nyilván a szakember hiány is közbeszólhat. Szakértők szerint az infláció és a hitelkamatok csökkenésével talán fellendülhet a piac. Ha az előrejelzések igaznak bizonyulnak, kedvező lakásvásárlási jelzálog hitelt 2024-től tudnak majd felvenni a vásárlók. Jól esett a forró tea a csütörtöki utcafórumra érkezőknek. Május 18-án délután a Jelki iskola elé várták az érdeklődőket a Teázza polgármesterrel elnevezésű fórumra. Az esős hideg idő nem volt csalogató, ezúttal nem vett rajta részt a korábbiakhoz hasonló számú probléma felvető lakó. A beszélgetés során a belvárosi közlekedés és parkolás, az utak és járdák állapota került szóba, illetve a gondosan ápolt déri kertet dicsérték. Nyilatik Lára polgármester, akivel ezúttal is ott volt Szél Péter alpolgármester és a hivatal munkatársa elmondta, a csütörtöki utcafórum jókedvűre sikeredett még ezen a fagyos, esős májusi napon is. Megválasztották a vármegye idei borait. Bács-Kiskun vármegye önkormányzata közel 2 évtizede szervezi meg az eseményt, amelynek keretében a szakma kiváló bírái értékelik a beérkezett mintákat. Az idei mezőnyben Baja környéki pincészetek is helyet kaptak a legjobbak sorában. Egy kecskeméti vendéglátóegység adott otthont az idei vármegye boraversenynek. A több mint 2 évtizedes múlttal bíró szemle célja változatlanul az, hogy a hozzáértők segítségével vizsgálják és értékeljék a vármegye területén lévő, korábban már eredményesnek ítélt borokat, és ezáltal az egyes pincészeteket is.
Ez a megye nem csak területében a legnagyobb az országban, hanem a szőlőtermelésben, ebből adódóan a bor készítésben is élen jár, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a megyei önkormányzat számára is, hogy a vármegyénkben most már megtermelt boroknak minél nagyobb hírverést adjunk mi is, de hozzáteszem, hogy rengeteg-rengeteg aranyérmet nyernek az országos, sőt a nemzetközi borversenyeken is a megyei borok. Ahogy minden alkalommal, ezúttal is az ágazat neves képviselői. Köztük dr. Győre Dániel, az Agrárminisztérium borászati és kertészeti főosztályának vezetője, Urbán Péter főborász és Járvás Mónika, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkár helyettese bírálták a versenyre beérkezett mintákat. 2023-ban összesen 31 tételből választották ki a vármegye legjobb borait. Fehér Anna bortechnológus elmondta, mindhárom kategóriában szoros volt a verseny, így ezúttal is nehéz helyzetben volt a zsűri. Az olyan hagyományos hungarikum fajták, mint a generóza, a kékfrankos, illetve a kadarkák mellett a nemzetközi fajták is megmérettetik magukat, úgyhogy Sauvignon Blanc is kóstolhattak a bírálók, Cabernet Sauvignonból készült kiváló rozékat, illetve komoly vörös borok is voltak a poharakban, úgyhogy egy nagyon szép összképet adott a régiónak a borászatairól és borairól. Fehér kategóriában végül egy 2022-es Izsáki Generóza nyerte el a legjobbnak járó címet, a rozék közül pedig egy szintén tavalyi lakiteleki kékfrankos rozét választottak a vármegye borául. A vörösborok körében az első, a második és a harmadik helyet is Koch Csaba nyerte el, Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon boraival. A bírák ezúttal is vakon értékelték a mintákat. A nyertesek június 3-án Nemes Nádudvaron az idei vadgasztronómiai fesztivál keretében vehetik át a díjakat. Meghaladta a 300 ezret az eladott vármegyei és országbérletek száma, tudatta a MÁV Volán csoport. A társaság közleménye szerint a hóelei vásárlások javában felülmúlták a korábbi hónapok bérletértékesítési számait. Az adatok alapján Budapest főpályaudvarai mellett Debrecenben, Miskolcon, Pécsen és Győrben váltottak új bérleteket. Összesen csaknem 304 ezer szelvény kelt el, ebből mintegy 220 ezer vármegye bérlet volt, melyek közül a legtöbbet, közel 53 ezret Pest vármegyére váltották. A mindössze 1890 forintba kerülő kedvezményes országbérlet bizonyult a legnépszerűbb terméknek, ebből 68 ezer darabot adtak el. A vásárlók 16%-a döntött úgy, hogy a MÁV applikáción keresztül veszi meg a kedvezményes bérletet, amiből már több mint 45 ezret értékesített a közlekedési társaság, tájékoztatott a MÁV Volán csoport. Emlékkiállítás nyílt a Borbás Mihály látogatóközpontban Varga Erik Riki festményeiből május 18-án csütörtökön. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szolnoki művész városunkban is többször mutatta be alkotásait. A Tóth Kálmán utcában ezúttal a Baján maradt munkáit tekintheti meg a lakosság. A tárlat június végéig látogatható. Erik a festőművész, Erik a basszusgitáros performance művész, aki álmodozni tud és csodás barát. Barátja Vidovics Iván nyitotta meg május 18-án csütörtökön a Borbás Mihály látogatóközpontban azt a kiállítást, amely az egy hónappal ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt szolnoki művész Varga Erik Riki munkássága előtt tiszteleg. A szívelégtelenségben elhunyt alkotó és zenész nem volt ismeretlen a bajaiak számára, ugyanis csak a Tóth Kálmán utcában 5 alkalommal mutatta be munkáit az itt élőknek. Emellett gyakran részt vett alkotótáborokban, de sokszor közreműködött Vidovics Iván bemutatóin is zenés performanszokkal. A néhai művész 1962. november 12-én született Szolnokon, 1989 óta festett és 2005-ben végzett Egerben rajztanárként. Zenei pályája során pedig 13 szólóbasszus gitárlemezt adott ki. A Borbás Mihály látogatóközpont művészeti vezetője elmondta, barátságuk 1992-ben kezdődött a Mártéi alkotótáborban. Vidovics Iván hozzátette azt is, hogy a dátum sem véletlen. Egykori alkotótársát azzal is szerette volna megtisztelni, hogy az emlékkiállítást a névnapjára időzíti. Inkább egy olyan szűk áttekintés abból a munkásságból, ami őt jellemzi is, technikában, érdeklődésben, irányultságban, nevezetesen táj,
képek, utcarészletek, virágok, madarak, a természet ábrázolásnak egy-egy szép momentuma. Úgyhogy ezekből a képekből válogattam, amelyek a saját gyűjteményecském, illetve kiegészülve a Bajai Egymiben talált munkából. Vidovics Iván hozzátette, hogy ez az úgynevezett kamara kiállítás az egykori művész munkásságának csak szerényebb áttekintése. Azonban ezen a gyűjteményen is látszik az, milyen sokat változott az idők során az alkotói módszere, hogyan lett egy eleinte átgondolt művészből később energikus, expresszív festő. Küldetésének érezte, hogy gondolatait, közlendőit továbbadja a szemlélőnek és a hallgatónak, nyilatkozott alkotótársáról Vidovics Iván. Barátságukról, valamint Varga Erik egy-egy képének történetéről nézőink Bajai Kultúra című magazinunkban láthatnak majd egy részletes riportot. A közbeszerzési eljárás keretében 40 új sebességmérő berendezéshez jutott a rendőrség. A készülékek nem a VEDA rendszer elemei, elsődlegesen a szolgálati gépkocsikból történő mozgó ellenőrzések eszközei lesznek, de állványra helyezett sebességmérőként is használhatók. A berendezések hitelesítése a mérésügyi hatóság által már korábban megtörtént, alkalmazásuk várhatóan 2023. júniusától kezdődik, így ezentúl a mozgás közbeni sebességmérés technikai háttere hosszú távon biztosítható, szerepel a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában. A személyi sérüléses közúti közlekedési baleseteknél még mindig magasan vezető baleseti ok a gyors hajtás. Egy baleset bekövetkezésének lehetősége, illetve a sérülés súlyossága hatványozottan arányos a sebesség nagyságával. Ezért a rendőrség minden eszközzel igyekszik elérni, hogy a járművezetőkben ez tudatosuljon. Fontos kiemelni, hogy kismértékű szabálysértés néhány kilométer per órás sebesség túllépés esetén elsősorban figyelmeztetést fog alkalmazni a rendőrség, hangsúlyozzák a polisz.hu erről szóló cikkében. Tavalyi évhez hasonlóan ismét Baja városa ad otthont a speciális szakiskolák országos sporttalálkozójának. Az eseményre 23 iskola, közel 200 tanulója érkezett az ország minden pontjáról. A Bajai Egymi diákjai ezúttal is eredményesen szerepeltek. Az idei tanévben is városunkban rendezik meg a speciális szakiskolák országos sporttalálkozóját a fogyatékkal élő diákok és gyógypedagógusok számára. A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége megbízásából a rendezvény házigazdája ezúttal is a Bajai Egymi. Igen, eltelt az év, mi is észrevettük, tehát újra megrendeztük ezt a versenyt. Hál' Istennek az érdeklődés az nem maradt el, sőt mondhatom, hogy még többen jöttek. 23 iskola versenyzői, tehát ebbe foci, atlétika, meg asztali tenisz. Az időjárás hál' Istennek kegyeibe fogadott. A tegnapi nap ugye az asztali tenisz a tornaterembe az lement, ahol nem volt gond, de mai napra a szép idő adott. A diákok három sportágban, asztali teniszben, atlétikában és labdarúgásban mérhetik összetudásukat a háromnapos rendezvényen. Csütörtök délután az Egymi sportcsarnokában tartották meg az asztali tenisz versenyt, ahol négy asztalnál folytak a küzdelmek. A bajai versenyzők három arany és két ezüstérmet szereztek. A megmérettetés során Kőrösi Márk állt kameránk elé, aki a korosztályában végül a negyedik helyen zárt. Az én kedvencem a pingpong, most indultam először, nem gondoltam volna, hogy bejutok, mert csak úgy játszani szoktam, én nem szeretek versenyezni, és így hirtelen jött, hogy bejutottam, úgyhogy azért nagyon örülök. A küzdelmek pénteken a labdarúgással és az atlétikával folytatódtak. A versenyszámoknak ezúttal a Petőfi-szigeti műfüves nagypálya és az atlétika pálya adott otthont. Labdarúgásban 13 csapat nevezett. Ott jártunkkor éppen a negyed döntős küzdelmek kezdődtek. A kecskeméti csapat tavaly harmadik helyen végzett, így idén is dobogós célokkal érkeztek. Hát az első mérkőzés nagyon jól játszottunk, erős ellenfelünk volt. Hála Istennek meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A második mérkőzésen kicsikét bealudtunk. Gyengébb volt az ellenfél, de tiszteltük ugyanúgy a csapatot.
és reméljük, hogy minél jobb eredménnyel tudunk hazamenni. Az atlétika verseny során 6 futószámban, távolugrásban és súlylökésben mérték össze tudásukat az ország minden pontjáról érkező tanulók. A fesztivál szombat délelőtt a labdarúgó torna helyosztóival folytatódik, majd egy ünnepélyes eredményhirdetéssel zárják a háromnapos rendezvényt. Főpíreink következnek most egy-egy mondatban. Mélyponton a vásárlási kedv. Kevesebb lakást vesznek a magyarok, mint tavaly. Fehér, vörös és rozé megválasztották a vármegye idei borait. Speciális szakiskolák országos sporttalálkozója, az eseménynek ismét a bajai jegy mi adott otthont. Kedves nézőink, péntek esti híradónk végére értünk, hamarosan elmondjuk még, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, és a Duna vízállásának aktuális adatait is megtekinthetik a képernyőn. Legközelebb hétfőn este 6 órakor várjuk majd Önöket friss összeállítással. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton általában napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, nyugaton fátyol felhők is lesznek. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a nyugati megyékben. A keleti, észak-keleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 23 és 28 fok között valószínű. Vasárnap napos idő várható gomoly, illetve fátyol felhőkkel, néhol záporral, zivatarral. A keleti, észak-keleti szél néha megélénkül. A hajnali 9-15 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.